Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híradónkban. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra rendelte el a Máriavárosi gyilkos letartóztatását. Intelligens árnyékoló rendszer került a Kecskeméti kampusz épületére. 117 jogsértőt, köztük két ittas vezetőt és 11 gyorshajtót büntettek meg megyénk rendőrei a 4 napos európai szintű akcióban. Letartóztatták a vasárnap esti Máriavárosi gyilkosság elkövetőjét. A 64 éves férfit 30 napra helyezték fogságba. Az ítéletet az ügyészség és a vádlott is tudomásul vette, fellebbezést egyik fél sem ad be. Bilincsben érkezett a Kecskeméti Járásbíróságra az a férfi, aki vasárnap este gyilkolt Kecskeméten a Máriavárosban. Az akkor ittas 64 éves helyi lakosházához váratlanul érkezett meg a részeg sértett, az élettársát kereste. Úgy tudjuk, hogy miután átugrotta a kaput, bement a házba, majd szerelemféltésből tetlegességig fajuló vita alakult ki a sértett és az élettársa között. Ekkor a 64 éves férfi elővette a szobájának sarkában található kalapácsát, és több ízben az ágy szélén ülő sértett fejére sújtott, majd a földre hanyatló férfire további ütéseket mért. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A nyomozók a 64 éves férfit még aznap éjjel őrizetbe vették, majd beismertetettét. A nyomozóhatóság emberölés büntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki a 64 éves férfit, akivel szemben az ügyészség a szökés elrejtőzés veszélye miatt indítványozta a letartóztatást. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra rendelte el a gyilkos letartóztatását. Az ítéletet mindenfél tudomásul vette, fellebbezést senki nem kíván benyújtani. A férfi tettéért 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztést kaphat. Elítélték a Pándorfi ügy miatt hírhetté vált bűnszervezet egyik tagját. A 39 éves bolgár férfit embercsempészés büntettében mondta ki bűnösnek a bíróság. A vádlottat 4 év 8 hónap fegyházbüntetésre ítélték. A beismerésre tekintettel felajánlott, az ügyészség részéről felajánlott mértékes indítvány valóban méltányos. Beismertetettét az a 39 éves bolgár férfi, aki az úgynevezett Pándorfi ügy miatt hírhetté vált bűnszervezet tagjaként 2015. júliusa és augusztusa között Afganisztánból, Szíriából és Irakból érkező harmadik országbeli állampolgárnak segített Nyugat-Európába jutni. Ennek során a vádlott legalább 1000 euró fizetségért az embercsempészéshez sofőröket toborzott, míg két alkalommal a rendőri jelenlét figyelésével előfutóként is biztosította a járműveket. A vádlott 72 személy csempészésében működött közre. A bűnszervezetben legalább 6 személyt szervezett be, köztük a Pándorfi ügyhűtő kamionjának vezetőjét és azt a vádlottat, aki előfutóként biztosította a járművet. A Kecskeméti Járásbíróság a mai napon előkészítő ülést tartott a Kecskeméti Járási Ügyészség által megvádolt bolgár embercsempész ügyében. A Kecskeméti Járási Ügyészség a vádiratban mértékes indítványt tett arra az esetre, hogyha az előkészítő ülésen a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismeri. A vádlott ezt meg is tette, így az előkészítő ülésen már ítéletet is hoztak. A bíróság a beismerő vallomásra való tekintettel a vádlottat 4 év 8 hónap fegyházbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint 5 évre kiutasította Magyarország területéről. A bíróság döntését az ügyészség, a vádlott és védője is tudomásul vette, ezért az jogerőre emelkedett. Intelligens árnyékoló rendszer került a Kecskeméti kampusz épületére. Az árnyékoló lemezeket a fényviszonyoktól és egyéb külső körülményektől függően motorok mozgatják, annak érdekében, hogy a lehető legkedvezőbb legyen az épület energia felhasználása és kellemes környezetet teremtsen a bent tartózkodóknak. Nagy léptékkel halad a kampusz építkezése. Aki elhalad az Isáki úton az új épület mellett, már láthatja, hogy felkerült a külső árnyékoló.
Ez egy olyan intelligens rendszer, amely közel 4000 négyzetméteren borítja a kampusz épületét. Ez mintegy 8 kosárlabda pályányi árnyékolót jelent. Ennek egy része körülbelül 20 négyzetméteres egységekben motorok segítségével mozgatható. Egyrészt a dizájn és a látvány is fontos szempont, de a fő funkciója az, hogy ezeket a lamellákat a motorok a belső és a külső körülményeknek megfelelően irányítják. Attól függően mozognak az árnyékolók, hogy például hányan vannak egy teremben, vagy milyen a hőmérséklet, milyenek a fényviszonyok. A cél, hogy a lehető legoptimálisabb legyen az energiafelhasználás. A minden igényt kielégítő kampusz várhatóan idén-nyáron készül el. 12 parkolóhely lezárását fogja eredményezni a március közepén kezdődő városháza felújítás. Az épület melletti Lestár téren már kihelyezték az úgynevezett parkoló kengyeleket, amelyeket a városháza dolgozói számára tartanak fent. A városháza közelgő felújítása miatt 12 parkolóhelyet zárnak majd le a Lestár téren. A parkoló kengyelekkel ellátott helyeket csak a városháza dolgozói használhatják majd. A Lechnerödön és a Battyány utcáról megközelíthető parkolót a felújítások végéig csak mérsékelt számban használhatják az autósok. A korlátozások mellett további változások is életbe léptek. A felújítás miatt a díszterem nem lesz használható, így az esküvői szertartások ideiglenes helyre kerülnek át. A házasságkötéseket a Rákóczi út 3 szám alatti egykori Táncsics művelődési házban tartják majd. Ezen kívül a polgármesteri hivatal több osztályának is megváltoztak az ügyfélfogadási helyszínei és időpontjai. Az adóosztály, az igazgatási osztály, az anyakönyvi ügyek és esküvői szolgáltatások február 18-ától a volt Liberté kávéházban érhetők el. A városháza rekonstrukciója hozzávetőlegesen 2022-ben fejeződik be. Harmadik a megyeszékhelyek közül Kecskemét a fejlesztések tekintetében, derül ki a Takarék csoport MTI-hez eljuttatott legfrissebb elemzéséből. 2014 és 2018 között közel 880 milliárd forintból fejlesztettek ingatlanokat a megyeszékhelyeken. Kecskemét legnagyobb fejlesztései között az ipari ingatlan beruházások, a Mercedes karosszéria üzeme, illetve az SMP lökhárítógyártó üzeme találhatóak. A megyeszékhelyek közül Győr érte el a legjobb eredményt. A második helyen Debrecen áll, amelyet Tatabánya, Szeged és Kecskemét követ. Városunkban az említett időszakban 90%-kal drágult a lakások ára. Az elemzők szerint a beruházások eltérő mértékben hatnak a lakáspiacra. Az új gyárak és üzemek létesítése rövid távon új munkahelyeket teremt, ami nagyobb mértékben élénkítheti a lakáspiaci keresletet, mint például az oktatási jellegű beruházások. A tűz martalékává vált egy 3 gyermekes család otthona Kecskeméten az Ösvény utcában. 2 hete elektromos tűz ütött ki házukban, amely teljesen lakhatatlanná vált. Bár a biztosító a kár egy részét fizeti, a teljes helyreállításhoz szükségük van adományokra is. Feltételezhetően ebből a konnektorból pattant ki egy zárlat következtében. Így keletkezhetett a tűz február 13-án délután a nagy család Ösvény utcai otthonában. A konnektorból kicsapó szikra lángra lobbantotta a nappali kanapéját, ahonnan a plafonra terjedt át a tűz. Porig égett a család könyvespolca, hihetetlen szerencséjükre azonban a mellette álló gázpalackkal működő kályhájukat kikerülték a lángok. Nagy Endre, az édesapa, úton volt hazafelé Budapestről, amikor a szomszédok hívták a szörnyű hírrel, ég az otthonuk. 14 éves fia ért haza először. Borzalmas látvány fogadta őket. Azt láttam, hogy a ház elé ki voltak dobálva az elégett bútorok, könyvek, bent a szobában pedig a polc alatt elázott, megfüstölődött, megpörkölődött könyvek, iratok, gyakorlatilag egyek semmisült szobát láttam. A többi szoba pedig állt a vízben, és kormos volt minden. A tűzoltók lakhatatlanná nyilvánították az épületet. A családot egy barátjuk fogadta be üresen álló lakásába. Az édesanyja kollégái és a Szent Család plébánia közösségének tagjai segítettek a romok eltakarításában. Ekkor derült ki, mekkora a kár. Ami nem lett oda a tűzben, az a füst az oltás miatt vált használhatatlanná. Még a feszületek is leolvadtak a falról. Egy vállalkozó felmérte, hogy mintegy 4 millió forintba kerül a helyreállítás. Ennek az összegnek csak egy részét fedezi a biztosítás, és még be is kell rendeznie a családnak a házat. Ezért indítottak gyűjtésszámukra barátaik.
Engem minden egyes telefonhívás megerősített, hogy mellettünk ott vannak a barátaink, a közösségbeli testvéreink, úgyhogy mi nem voltunk egyedül ebben a dologban. Nyilván a feleségemet ezt nehezebben dolgozza fel, mert ő nem volt ennek aktív részese. A vállalkozónak 2 millió forint előlegre van szüksége a munka elkezdéséhez, ebből már csak kevés hiányzik a családnak. Ahhoz azonban, hogy be is fejeződhessen a munka, minden forint támogatásra szükségük van. A pedagógus házaspár hálás minden támogatásért. Bármekkora összeggel is járulunk hozzá ahhoz, hogy visszakapják otthonukat. 117 jogsértőt, közülük 2 ittas vezetőt és 11 gyorshajtót büntettek meg megyénk rendőrei februárban a 4 napos európai szintű TISZPOL akció során. Az egyenruhások és a társhatóságok összesen 507 tehergépkocsit és autóbuszt ellenőriztek. Február 18-a és 22-e között zajlott a rendőrség TISZPOL Truck & Bus elnevezésű európai szintű akciója, amely során megyénk rendőrei és a Bács-Kiskun megyei társhatóságok, az adóhivatal, a katasztrófavédelem és a kormányhivatal munkatársai összesen 507 tehergépkocsit és autóbuszt ellenőriztek. Elsősorban a vezetési és pihenőidőt, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását vizsgálták. Hürkett Zoltán, a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, stábunknak elárulta, a 4 nap alatt 117 jogsértést észleltek. 11 esetben sebességtúllépés történt, 2 sofőr pedig ittasan vezetett. De adódtak biztonságjövővel kapcsolatos problémák is. Az egyik ismert közösségi oldalon próbálják megtalálni egy tolvajt a biztonsági kamerák felvételeinek segítségével. Az ismeretlen férfi egy belvárosi kisállatkereskedésben 2 mobiltelefont lopott el. A képen látható személy tegnap délután jelent meg a városközponti boltban, ahol az alig 50 másodperces látogatása alatt zsebre tette a 2 alkalmazott mobiltelefonját. A készülékeket az iroda melletti mosdóból vette el és elrohant. Megpróbálták üldözőbe venni, de nem sikerült elkapni. Öltözéke feketés bőrkabát, farmer, sportcipő volt. Fiatal, 25-30 év körüli. Legszembetűnőbb ismertető jegye a feje tetejéig felnyírt, csíkban meghagyott frizurája. Az eladók szerint a tettes visszaeső bűnözőkre jellemzően viselkedett. Aki be tudja azonosítani az elkövetőt, tegyen bejelentést a Kecskeméti rendőrfőkapitányságon. A boltban korábban is történt már hasonló eset, ekkor az üzlet raktárajtaját feszítették ki. Az eladók szerint a telefonoknak inkább az eszmei értéke jelentős, mivel a rajtuk található személyes fényképek pótolhatatlanok. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája 1 hónapra rendelte el a Máriavárosi gyilkos letartóztatását. A nyomozók még a gyilkosság éjjelén őrizetbe vették a 64 éves férfit, aki beismerte tettét. Intelligens árnyékoló rendszer került a Kecskeméti kampusz épületére. A szerkezet célja, hogy a lehető legkedvezőbb legyen az épület energiafelhasználása, és kellemes környezetet teremtsen a bent tartózkodóknak. 117 jogsértőt, köztük 2 ittas vezetőt és 11 gyorshajtót büntettek meg megyénk rendőrei a 4 napos európai szintű akcióban. Február 18-a és 22-e között a Bács-Kiskun megyei hatóságok összesen 507 tehergépkocsit és autóbuszt ellenőriztek. A városháza közelgő felújítása miatt 12 parkolóhelyet zárnak majd le a Lestár téren március közepétől. A parkolókengyelekkel ellátott helyeket csak a városháza dolgozói használhatják majd. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Megmutatjuk, milyen fejlesztések várhatóak Hetényegyházán. Vendégünk lesz Kiszely Ágnes, a Ciroka Bábszínház igazgatója. Végül bemutatjuk az országos Horgolj ajándékba szívet mozgalmat. Olvassák és nézzék hírportálunkat a címhíres.hu. A híres híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Csütörtök reggel helyenként köd vagy réteg felhőzet képződhet, ami napközben feloszlik. Túlnyomóan napos, gyengén felhős időre számíthatunk sok napsütéssel. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul. Pénteken többnyire erősen felhős lesz az ég, szorványosan várható eső, zápor. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 8, a legmagasabb hőmérséklet 8 és 15 fok között várható. Szombaton általában változóan felhős lesz az ég, többfelé megélénkül, néhol megerősödik az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 6, a legmagasabb hőmérséklet 4 és 11 fok között valószínű.